Ez már az, srácok, ez már az. És ne tévesszem meg titeket az, hogy kiírja, hogy Epiken online vagyok, de ilyen epikes rendszerrel oldották meg az együttjátszást PC-n, a Returnalban. Igen, mert ez most már a PC-s verzió, a már majd 2 éve megjelent Returnalnek, ez már a PC-s verziója, amin a Climax Studios dolgozott, mármint a portoláson, az eredeti játékot a House Marque alkotta, akik már az Amigás korok óta jelen vannak a piacon, és akiknek egyébként az előző játékát, a Next Machinát, azt nagyon-nagyon élveztem, az egy rendkívüli jó Bullet Hell játék, úgyhogy azt tudom nektek ajánlani. Ennyit egyébként a kiadó csapatról, ez egy 60 eurós játék itt PC-n, ami konzolon egyébként 28 ezer forint, nagyjából 20 óra végigjátszani a játékot, noha ez amúgy egy sci-fi roguelite játék, és a roguelite játékok alapvetőleg nem éppen egy ilyen könnyed végigjátszást eredményező gémek, de a sztoriát ennek a játéknak nagyjából 20 óra alatt végig lehet játszani, és nagyjából 60 óra kimaxolni. A sci-fi roguelite-ság, már pontosabban a roguelite-ság, ugye a Hades-t játszottam legutóbb, ami legalábbis játszottam sokat, legutóbb, amit ismerhettek. A roguelite-ság azt jelenti, hogy ha itt meghal a karakterünk, akkor bizonyos dolgok halál után is tovább vihetők, megmaradnak velünk fejlesztések, egyéb érdekes dolgok. Ez a játék Metroidvania elemekkel is van tarkítva, ez pedig azt jelenti, hogyha egy ajtó nem nyitható egy korai pályán, akkor az majd később nyitható lesz, csak játszanunk kell, illetve ha egy fal nem bontható, törhető, akkor az majd a játék későbbi szakaszán szintén törhető lesz. A PC-s előnyök közé sorolták azt, hogy itt a PS5-höz képest már nem csak az árnyékoknál van ray tracing, hanem tükröződéseknél is. Ugye a felbontást azt te állíthatod be, hogy nagyon részletesen, hogy milyen felbontással akarsz játszani. Akár még 32:9-es képarányra is képes amúgy ez a játék, támogatja azt is. Ugye itt nincsen framerate korlát, mint a konzolon, tehát akár 360 Hz-el is tudod játszani a gémet, lévén, hogy amúgy ez egy lövöldözős játék, tehát minél több FPS, az minél jobban jön. Támogatja tovább a játék a DLSS-t, a NIST, az AMD FSR felskálázó rendszerét is, Dolby Atmos támogatás is van a gamehez, illetve a DualSense, ahogy itt látjátok, azt is támogatja a PC-n, hogyha valaki esetleg úgy nyomná. Hát én természetesen nem fogom DualSense kontrollerre játszani, hiszen pont azért vártam a PC-s megjelenését ennek a játéknak nagyon, mert kontrollerrel, megmondom őszintén, annyira nem élveztem. És ez nem a kontroller hibája, hanem annak a hibája, hogy úgy gondolom, hogy sokkal jobban játszom egér billentyűzettel, mint sem kontrollerrel ilyen lövöldözős játékokat. Ez a game amúgy Unreal Engine 4 alapú, és hát nagyjából ennyi. A történet pedig annyi, hogy az Atropos bolygóra lezuhant Selene Vassos nevezetű csaj főhősünk megpróbálja kideríteni, hogy mégis hol van, mi történik, mert nem tudja, hogy hol van, és önnön maga a holttesteit találja meg a bolygón. Ja, nagyjából ennyi. Ja, és a grafikai beállítások, amiket én beállítottam a játékhoz, azok maxon vannak, 1440p felskálázás nélkül, és ray tracing nélkül. Mert ray tracing-el ilyen 40-80 fps között mozgunk, ray tracing nélkül pedig a 110 környékén. Milyen pozitív felemelő sztori, ugye?
Erre még mehet hang. Benyomtam a kocka számokat is. Elég dark amúgy ez a játék. Ki ő? Miért jön ide? Ez ugye nem derül most ki. Köszi szépen a 9 hónapot, sokkolófész. Köszi szépen a támogatásodat. Ez már a játék grafikája. Astra, this is Selene. I've crashed. Hipel úr, csak hogy tudassam, lurkolok még mindig, ha idő engedi. Szép napot mindenkinek. Suit status operational, but my sidearm is missing. I'm leaving comms open. Köszi szépen sokkolok, 9 hónapot és gyegyús! Hát nagyon szépen köszönöm az ezres bugizós sírt. Köszi szépen a támogatásodat. És örülök, hogy tudattad, hogy itt vagy, jelen vagy. Köszi szépen. Ha összekötitek a Steam accountotokat, vagy az Epic accountotokat a PlayStation accountotokkal, akkor kaptok egyébként bónusz kinézetet, ha valakit ez érdekel. Ki ez beszél, a néni? Hát gondolom próbál kapcsolatot felvenni, illetve ezek a zűrutazós nénik, bácsik így szoktak beszélni ilyen videónapló formájában. Na, azt mondja, hogy lokáltázni kell a White Shadow Broadcast-en. Szemáz. Köszi a százast. Amúgy igen, Honvéd, emlékszem, olvastam, hogy ezeket a ránokat nem lehetett elmenteni a kezdetben PS5-ön, nem tudom, hogy itt amúgy erre van-e lehetőség, szerintem amúgy így se lehet. Ó, nézd csak, ott van, suspend, lehet suspendelni. Akkor ezek szerint már megoldották ezt a dolgot. Te nagyon élvezted a Returnát?
Na remélem, hogy majd én is. Nem haltunk meg, csak lejjebb ment a HP-nk. Na itt van valami, itt valami fénylik. Obolita! Vettünk fel obolitát. Ez egy nyersanyag. Ismeretlen radioaktív ásvány. Ami a arany ragyogással rendelkezik. Scalog, Atropos. I have found a diseased astroscout here. Checking identification on helmet. És ezek mi leszünk? Ez én vagyok. Tetszik a címben az ikon? Köszi, hogy beindítottátok a Hyphonatot. Ugye ő nem egy katona ez a karakter, úgyhogy neki csak ilyen kis pisztolya van. Na, kíváncsi leszek, srácok. Sweet computer, igen, és akkor ott írja, hogy... Aha, és akkor így tudunk mozogni. Ott volt egy xenoglif. Large Silphium integritás növelő, azaz hílel. Na ehhez kulcs kell. Xenotech Gate. Hú, de jól néz ki. Nem vagy oda az űrjátékokért? Hogy nyúlnak itt a csápok. Az első ellenfelek. Na, kapták. Adrenalin szint. Aha, tehát 5-ös szintre tud felmenni az adrenalin szintünk, és ez ott van alul. Enhanced Overload. Ha downot kapunk be, akkor az adrenalin szintünk rezetel. Ó, tök menő. Tehát ha nem találnak el minket, akkor ez az adrenalin szint, ez így elég jó. Jól megdobja a damunkat. Van fotómód, megnyomjuk a G-t. Így lehet fotózgatni. Köszi szépen mindenkinek, aki részt vett a Hyphonatban. Köszi, srácok. Nehéz! Hát, attól függ. Ez egy eléggé casual friendly roguelite game. Ami engem zavart az az, hogy én jobban célzok egér billentyűzettel, mint sem kontrollerrel. Naplóbejegyzés. Scout log. Atropos. Elapsed time 30 minutes since last crash.
Whole areas of this forest are rearranging themselves like a fluid puzzle after each different mind. Ez nem is kell. Whenever I return, per Astra protocol, I will not be recovered until I reach the broadcast signal. First time? Nem, de ez lesz az első végigjátszásunk. Ez lesz az első végigjátszásunk. Na, megtaláltuk ezt az Astropian key-t, amivel ki tudjuk majd nyitni ezt az ajtót, amit találtunk útközben. Hogy mikor mi lesz ezt a menetrendben, meg tudjátok amúgy nézni, srácok. Több platformon is. Hosszan kell nyomni a nagyobb dashért. Nem kell, most nem kell a heal. Na mutasd meg, hogy kell dashelni. Igen. Igen. És ennyi. Igen, az ott fájni fog, és HP-t visz le. De átdashelsz rajta, akkor nem fáj. Ha eltalálnának, az fáj, de el lehet dashelni a fájásban. Jó. Ott még volt valami menekülés az indákból. Jó sötét amúgy nekem a game, pedig jól beállítottam a fényviszonyokat. Mondjuk, úgy állítottam be a fényviszonyokat, hogy nem sütött a szemembe két keylight. Itt amúgy lehet szórakozni azzal, hogy hogy töltöm újra. Szabad belelőni a töltésben. Eddig jó, eddig tetszik, srácok. Teljesen őszintén bevallom, én a végén meguntam ezt a videójátékot. Komolyan. Malignant key. Malignancy-vel van infektálva kapu és konténer. Tehát ez ilyen hát ilyen vírus, rothadás, átok, ilyesmi. Paraziták, és ez a malignant, ez ilyen negatív effekteket okoz. Malfunction-t, meghibásodást okozhat. Úgyhogy jelenleg kettő konzumábilis dolgot kell összeszednünk. Szevasz, coolers. Ott van a heal. Hát oda innen nem tudunk átmenni, azt nézem. Ezt nem akarjuk felvenni. Kedves vagy, Miss Daisy. Jó szórakozást. I've discovered piled coal.
of a xenotype species. Miért nem vettem fel a HP-t? Fel kellett volna. Azt nézzétek. Szóval van quick reload, csak figyelni kell az utolsó lövésre. Ó, tudom én. Nézd. Between death and rebirth, when tentacles drag me down, leúsznak a csápok. Drowning, returning. Az élet és a halál között leúsznak a csápok. Tetszik, hogy ilyen nagyot is lehet dessálni. Aha, erre kell mennünk. Jézus atya úristen! A tutorial boss. Mint egy Souls-like game tutorial boss-a. És a főcím. Helios! Astra, this is Selene. I survived the... Can you hear me? I'm in my ship. Suit status operational and... I've already experienced this before. Viszont már emlékszik arra, hogy ez már megtörtént velem. Van itt a main terminál és a challenge terminál. A main terminálnál vannak a statisztikák, hajónapló, a challenge terminálnál pedig hozzá lehet férni a napi kihívásokhoz. Jó. Na, oda néz. Hát azt hiszem ezt a 3.0-ásat lehetett megszerezni, ezt a Model 14-et, hogyha összekapcsoljuk a PC-s accountunkat a PSS-sel. Hát is öltöztünk gyorsan. Szóval ott lehetne kimenni, és akkor újra kezdeni. Na ott van, egy meghibásodás, 156 oboritát összeszedtünk, és 7 hostile-t megöltünk, a rankunk pedig 1-es, és itt a Data Matrix 27 percet használtuk a ruhát. És itt a hajónapló. White Shadow Signal. Honnan jön ez? Személyes akták. Jó. Pont nem látjátok, hogy Scout rank 1 vagyok, mert azt kitakarom. Aha. Van valami nem azonosított cucc. Itt, gondolom én. Na tessék, még pihenni is lehet. Milyen jó ez a játék. Amúgy én a fovon még állítanék, nem tudom, hogy olyat lehet-e. De FPS nézetben kicsit durva a dolog. Na tessék, már megértem.
Szia, Killa. The Abdication of Zeus. Mármint, hogy Zeus. Amúgy, hogy hol van ez a challenge terminál, gőzöm sincs. Na. Azt elsejtelünk játszani idegbaj nélkül? Akkor az... menni fog. The Cycle. Ott van, hogy mi az, ami megmarad. A databank entry és a permanens upgrade. Bár olyan permanens upgrade-ünk még nincsen. Szóval ott fönt van valami. Kronózis. Rift két idősík között. Ó! Public Cycle-t lehet hoztolni. Jó, tehát akkor ez gyakorlatilag a kóp. Uh-huh. És máshoz is tudunk csatlakozni. Mennyivel szebb a PC-s verzió? Hát és hogyha még a Ray Tracing is bele ne nyomva. Ez nincs a magyar felirat? Nincs. Elszúrtam a töltést. Ugye most már rögtön újabb pályát kaptunk. Szóval ez nincsen magyar felirat, de már terve van véve a magyarítása a gémnek. Az adrenalinunk rezetelt, és a vízbe nem lehet belemenni. Ez egy hasznos információ. Mert nem, a magyarítás tervevéve alatt nem arra gondoltam, hogy készül hozzá. Google fordítós DeepL-es magyarítás, ahol szortírozó kalapok vannak. Xenotech Required. Oh. De jól néz ki amúgy, basszus. Na itt alattunk van valami, illetve azt nézem, hogy ide is le kéne mennünk, mert ott meg hill van. Ez például kell. Szerintem beletoltam 6 órát a gamebe, sokkal jobb illegérrel, mint kontrollerrel. Hát, én sajnálom amúgy, hogy nem tudok kontrollerrel jól játszani. Mert amúgy feelinges lenne. Hát az, hogy ahogy a kontroller visszajelez, az nagyon jó. A DualSense kontroller visszajelzés. Úgyhogy sajnálom, hogy abból kimaradok. Alternatív lövési mód. Ja, és akkor látom ott tölt bal alul. Ja, és jelzi is egyébként a töltöttségét a célkeresztnél a nyilakkal. Na, király. Ó, nagyon szívás lesz ezt a reloadot megtanulni. Na, adrenalin egy.
Enhanced Vision. Meg lehet nézni, hogy ezek amúgy pontosan mit csinálnak ezek az adrenalin szintek? Mármint, hogy így most így mit jelent az, hogy Enhanced Vision? A sok izé Hogwarts Legacy-zás miatt már nyomnám, hogy Revelio! Vagy a Witcher Sense-t. Aha. Na hát ugye ez az, ami még jelenleg nem nyitható számunkra, de majd az lesz. Metroidvania ugye. Vagy máshonnan kell oda bemenni. Jól rémlik, nem nagyon részletezi a játék az adrenalin szinteket, aha. Itt is van scan, de nem tudom, hogy PC-n hogy kell benyomni. Hát még egyelőre a tutorial az így nem dobta föl, úgyhogy hát majd kiderül. Ó, azt nézzétek, mekkora csánk. És ez is Xenotech-kel. Mi lehetne kapcsolni azt, hogy 8 giga RAM-os PC-nek kiadja az, hogy out of memory? Hát ezt nem vágom. Ugye oda is majd valahogy fel lehet jutni később. Ja, WoW-ról van szó. Na ezt nem tudom, Xoren. Ezt nem tudom. Erre milyen megoldások vannak. Hoppácska. Azt nézd meg, ekkora stukker. Weapon traits állokkolva, stat, proficiency-t kapunk állokkor, mutasd, úristen, itt van pár tutorial. Blast shell, igen. Ugye ez az alternatív tüzelési mód. Homing missile van, ja nem, akkor a blast shell az nem tudom mi lehet. Mert az alternatívot azt ott lent írta. Az alternatív tüzelési mód fejlődhet, ahogy használom. Ja, ez a valami trait lesz a blast shell, aha. Alt fire. Na, itt írják az alternatív tüzelési módot, aha. Kicsit fura nekem, mármint hogy jó. Két helyen is mutatják a CD-t. Csak szokni kell. Itt van a malfunction. Írja, hogy milyen rendszer hibát okozhat. Hát igen, ugye itt a legtöbb dolog, amit fel akarsz venni, az nagyban árt is. Tehát, hogy nem csak segít. Igen, ez az overload, ez az overheat, ez olyan dolog, hogy ezt szerintem nehéz lesz megszoknom, mert ugye lősz, és amikor már kifogyott a tár, és akkor is nyomsz egy lövést, akkor sajnos tönkreteszi a quick reloadodat. Ó, igen. Wow. Ez elég beteg fegyvernek tűnik, már nem azért, srácok. Az előzőhöz képest.
Xenotech required itt is. Discovered a massive wall beyond which is the white shadow signal. Itt is. For now, I'll change objectives and investigate the energy reading in the forest. Ez hát a tutorial rán után ez az első ránunk. Scout log, Atropos. Who triggered the broadcast? Do you see the white shadow is something only I should know? And now, out of literally nowhere, I'm hearing it again. Were the sentients involved? But how would they have known? Nagyon tetszik. Nagyon tetszik ez az atmoszféra. Ide is egy Xenotech-kel. Csápok. Na, ezzel a csáppal vigyázni kell. Na hát. Benyeltük a sebzést. Sajnos. Ja, itt lehetett volna egy jobbat reloadolni. Hát ez már, igazából ez már nem a második ciklusunk. Csak a második ciklus, ahol már mi is részt veszünk a karakter életében, úgymond. Weapon proficiency-t ad. Encountered our black box technology holograms. They're showing my last moments. Az utolsó pillanatait mutatja. Itt van, hogy itt van Limbo. Ő ma halt meg, mert hát eltalálta egy belecsapodott egy projectile, és meg lehet bosszulni. Megbosszoljuk. Ez ilyen boss fight amúgy. Fázi. Úristen! Jézus! Azt tudtam, hogy kemény lesz. Uhuhu! Na, hát... Aztán... Szóval le lehet cserélni a pisztolyunkat a Modified Sidearmra. Az rikosézni tud. Az amúgy elég jó. Maradunk ennél. Broken kalibrátor.
Ó, és így villan is egyet, hogyha feltöltődik a puskánk. Srácok akarnak a csápok maguknak. Na itt van valahol hír. Ja, ott bent. Oké. Okay. Scout log. I have interacted with other versions of myself. But I worry one day I will re-experience these same interactions from their perspectives. But are they truly me? Or just hollowed corpses? Szagyan, hogy ebben a játékban csápok ragadják el a nőket, de hogy csáposodsz is majd később. Szia, Girosz. Oké, okay, zinotek kell majd ennek a működtetéséhez. Is. Ehhez is. Ja. Ha alattunk lesz majd heal. Ja, oda nem is tudunk bemenni. Max integritás szloton. Hó. Több HP-n van így. Hol járok? Most kezdtem. Igazából PS5-ön kipróbáltam, de nagyon zavart, hogy... Nem tudok úgy célozni, mint gépen. Több lett a HP-m, mármint a max HP-mat megnövelte. Ott alul... Jaj. Ott az, hogyha három hírt bele tudsz tenni, úgyhogy már max HP-n vagy, akkor az a sáv ott, az ott megnő. Szóval hiába fejlettebb egy fegyver, simán lehet, hogy egy alacsonyabb, sokkal menőbb, mint például ez is. Hát az azon múlik, hogy te melyiket hogy használod. Igazából jobb lett volna az, ami ott volt, tehát ez egy sokkal jobb fegyver volt. De hogyha nekem ezt tetszik, akkor... Leten. Ez most jelent meg, tegnap jelent meg ez a game PC-re. Rekonstruktor. Még kettő olyan resource kell. És akkor tudjuk használni ezt a rekonstruktort. Sajnos most még nem működik. Illetve most még azt se tudjuk használni, ezt se tudjuk használni, ami itt van alattunk. Ott is van fönt hír, viszont azt se tudjuk még, hogy oda hogy lehet feljutni. És itt is van egy opcionális hajtó. Unknown device. Ez ismerős, ezzel már találkoztunk PS-en. Recover and increase integrity. Ez egy inaktív Xenotech device.
Nem, nem, eddig csak PS5-ön volt elérhető a... ez a game. Ez ugye felhírált volna Maxra. Aha, most viszont a Max HP-mat növeltem. Hát akkor gondolom, hogy ha nem Max HP-n vagyok, akkor... akkor hílel, ha meg Max HP-n vagyok, akkor meg növeli a Max HP-mat, ugye? Így van, felküldjünk bele az Alien Device-ba, mi baj? Jaj, lehet! Ezek a random csápok azért... megijesztenek. Na szóval, itt van egy ilyen. És eddig ezt úgy lehetett kinyitni, hogy világított valami valahol a falon. Nem az. És akkor kinyílt. Egy gyors kérdés a tapasztalt Returnal szakértőkhöz. Ezt most ki tudjuk nyitni, vagy nem? Nem az érdekel, hogy hogyan kell kinyitni, meg hogy majd ide menj, oda menj, és akkor jó lesz, hanem hogy ezt most így ki tudjuk-e nyitni. Ki? Na tessék, megtaláltuk a jelenlegi fegyverünk módosított változatát, ez ugye annyiba lesz rosszabb a mostaninál, hogy ugye a proficiency az ugye úgy töltődik, hogy fogsz egy bizonyos fegyvert a kezedbe, ami lehet, hogy egy M14-es, de ez az M14 E-Hunter M14-e, és ezen már az armor piercing be van kapcsolva, az új fegyverem pedig még nem lesz bekapcsolva a proficiency. És ugye még semmit nem tudunk arról, hogy az armor piercing és a hardened között mi a különbség. Ezt még nem mondta el nekünk a játék. Úgyhogy... amúgy ez biztos jobb. Ugye abban, hogy az overheat limitje jobb. De maradunk ennél. Gonosz játék. Goni játék. Gondolom most egy újabb technológiát fogunk megtanulni. Most ezt a kört. Biztos megtanuljuk használni a kört. Discovered xenotype technology on the corpse of a sentient. Scan is indicating potential for suit augmentation. Augment. Nem tudom, mi ez a cucc ott a random emberként, de felteszem a ruhámra. És akkor attól nekem jó lesz. Már integrálódott is a rendszerünkhöz. Translokátor. Most már tudunk teleportálni. Meg is nézzünk róla egy tutorial videót. Így kell tutoriálni. Tutoriálni? Teleportálni. Tutoriálni a fejlesztőknek kell tudni. Oda néz. Hát milyen nagy izé... Nagy területeket lehet ugrani. Azt nézzétek, hogy szétesünk. Ha ez az animáció, ez beteg lesz akkor. Na figyeljétek. Confirmed. Point to point teleportation. Hát az szerintem most felejtős. Oké, tudunk mappet nyitni. Aha, és akkor oda kell átmenni. Aha. Aha. Most ott vagyunk. És akkor ott ki. Okay.
Aha, és most már ez is működik. No translokátor aktív. Jó, jó. Ez a lézerezés elég veszélyesnek tűnt. Ez a lila cucc. Éter. Aha. Ez ilyen permanens resource. Aha. Ezzel az éterrel lehet bekapcsolni azt a belefekvős eszközt is. Ez megtisztít a fertőzéstől, úgymond. Ez pedig... Shield Vial. Xenotype device acquired. I think this will prove a useful tool. Na mutasd csak? Igen. Meg lehet nyomni most már az egyes gombot. Igen. Ez a konzumábilis slot. Honnan tudjuk ezeket, hogy mire lehet használni? Leszkenneljük. Tehát a szkennerem megmondja, hogy ez mire való. Hát én nem tudom, de a szkennerem igen. A szkennerem tudja, hogy mi mire való. Lehet cserélgetni is a dolgokat. Limitált, hogy ugye hány szlotunk elérhető, de többet is lehet egyfajtából vinni. Jó. Ott enemy van. Neked nagyon bejön Ghostface. Na tessék. Tével lehet szkennelni. Ez a kedvenc gombom lesz. Rebellio! Discovered xenotype technology that produces other devices. Fabrikátor. Hát ez már önmagában a fabrikátor, aha. És az mi? Ez is a fabrikátor? Aha, obolitot lehet depozitálni. Szia Krisz! Hát, nekem ez sokkal jobban tetszik így egérbillentyűzettel, mint kontrollerrel. Na. Proficiency-t lehet kérni. Integritást lehet javítani, ugye az a HP. Na. Low integritás esetén a ruha elkezd automatikusan gyógyulni. Weapon damage adrenalin szint alapján. Az jöhet. Sweet artifact. Na nézzük az artifaktok tutoriáját. Igen. Kokai medve reklámot kaptál? Komolyan? 15 artifaktunk lehet egyszerre. A teljes malfunkció elpusztíthatja. Jó. Nem mindegyik lehet rögtön aktív. Lehet, hogy... Valaminek valami feltételei vannak. Integritás növelés 3-25-ért olyat is lehetett volna csinálni. Na ez a tábla, ez...
Erre is emlékszem, hogy ilyet csináltunk. Ilyen cypher scan. Jó. Majd lesz ilyen. Aha, és akkor ezzel lehetne ugrálni. Tehát oda vissza tudunk most már ugrani. Ez már a cypher? Aha. Discovered a fragment of the xenotype language. Na, 10 cypherből egy már megvan. Stop the endless cycle of blah blah. A fordítás pontossága 23%. Később majd ezt teljesen le fogjuk tudni fordítani. Megoldást kell találni arra, hogy hogyan tudunk majd itt tovább jutni. Szerintem eltaláltak. Ez komoly volt ez a támadás. Mondjuk még shieldet is tudtam volna benyomni. Ehhez zinotákkal. Ezt tetszik, hogy ide így lehet feljönni. A csápokkal. Ja. Ha. Az ott biztos jó. Az el. Összefröcskölték, srácok. Ah, itt ilyen random cuccot lehet kivenni. Rezint dob a hostális halál után. Jó, hát igazából ha... Shieldet csinál a következő találat után. Ezt benyomjuk és akkor ez jöhet. Fortified Energy Barrier. Hát végül is most a shieldet elhasználtuk, hogy HP-t vegyünk van. Azt mondja, hogy ott van heal az indákok mögött. És elvileg ott is van heal, aha. Most maxon vagyunk. Aha, ahhoz meg cucc kell majd. A játék alapból nagyon sötét, vagy csak az én monitoromon? Szerintem ez egy sötét játék.
undiscovered item. Speedmo blaster. Slug shot. Tracker Swarm. Műhaj! Ja, az alternatív tüzelési mód az elég beteg ennél a fegyvernél, úgyhogy ezt meghagyjuk. Konkrétan válsátoltuk az enemit. Ezt megtartjuk, srácok, ezt a fegyvert. Végig éjszaka lesz? Ez elég spoileres kérdés, Turin. Úgyhogy erre ne válaszoljatok. Jaj, ne! Does not appear hostile. Hát ez barátságos ez a lény, biztos. Megerősíti és gyengíti a ruhámat. Parazita. Na, mutasd a tutoriát. Protection redukálása, ha, de viszont automatikusan javít. Tehát ez az, ami parazitát veszel fel magadra, az... hoz magával pozitív dolgot és negatívat is. Mindjárt megnézzük, hogy ez mit tud. Mit tud a miénk. Kevés HP-nál automata javítás, viszont a malfunction-öket nehezebb lesz megjavítani. Amúgy ezt az új fegyvert csak ki kéne próbálni. Azt a rá, de jól néz ki egyébként. Mivel ez egy ilyen fegyver, biztos, hogy nagyon erős amúgy. Ja, ez biztos amúgy egy erős fegyver. Egy újabb waypoint. Jó. Nem tisztelet, hogy én éppen rád ultiztam. Ők se tisztelik. Azt nézd, critical hit, armor piercing critical hit. Projectile speed. Hát ez lényegesen jobbnak tűnik. Hát nem tudom amúgy. Nem tudom amúgy. Ezt már valószínűleg érdemes lenne lecserélni. Projectile speed is nagyobb. Húzzuk tovább ezt a fegyvert. Eddig jó szolgálatot tett. Ajjaj. Meg lehet 5 éterért tisztítani ezt a ládát. Jóló. Lehet szweppelni, úgyhogy töltünk HP-t. Jó.
Az öt éter, ha javítsatok ki, hogyha hülyeséget mondok, az öt éter ugye az, ami nem veszik el, hogyha meghalunk. Ó, nagyon akarnak a csápok. Azaz, aha, oké. Aha, és akkor ott azt még mindig nem tudjuk megbizgetni, jó, nem baj. Ugye most a barriérre kell megoldást találnunk. Na, hát a... Jé... Hát ez súnya volt. Ez Rogue Light game, aha. Jó sztori van. Nem tudom, azt nem tudom. Hát ezt meg lehetett volna csinálni, legközelebb megcsináljuk. Legközelebb azt megcsináljuk. Ott a ház. Itt a háza. Csajszínak, gondolom én. Az elhagyatott házikó. Korrodált. Remember the torment, feeling like I was losing my mind. There's no comfort here. No ja, safe space. Itt nincsen safe space. Csak a hajó. Le van zárva ez a 20. századi ház. Itt egy teleportációs zóna. Vicces lenne a végén felébredne a csaj. Ott a haverunk. Na hát, rögtön pofán küldött. Még van egy valahol. Még van egy. Na, lehet megbosszulást csinálni. Egyébként. Nem. Egyelőre nem. Ahhoz most kevés a HP-m. Hát ez én vagyok ugye, csak másik játékos. Növeli az integritást. Micsoda? Növeli az integritást és növeli a mili CD-t és a dash CD-t. Nem.
Nop, ott maradsz. Ez túl nagy áldozat. Na szóval van lent két dolog is. Az egyik egy fegyver. Modified sidearm, aha. Másik egy kulcs. Szia, kollektíva. Aztán van egy ilyen, ugye ez a parazita, jó? És van itt egy piros ajtó. Ezen az Illuminati jele van rajta. Azt hiszem amúgy én valahol itt hagytam abba a játékot. Buried from Citadel, Frike, Unforgivable, Tabo. Uh-huh. Ja, én amúgy azt hiszem valahol itt hagytam abba, annó. Legalábbis ez a hely nekem nagyon, nagyon rémlik. Hát amúgy menjünk erre. Aha, látom már. Aha, most rendesen végigjátszok, igen. Gond. A szemetek. Nem emlékszem, de meghalsz az összes fordítani gatya? Nem tudom. De ezt nyugodtan leíratjátok, srácok. Mert nem emlékszem pontosan mi az, amit elvesztünk és mi az, amit megtartunk. Ehhez kell egy anatéma kulcs. Na. Most nincs kedvem itt végigmenni, bár lehet az lett volna a legegyszerűbb. Hát ezt a szuicidát most ki fogjuk hagyni. Ha még egy teleport. Szóval on a témás kulcs kell nekünk. Jeez. Köszi szépen a 23 hónap töretlen támogatását. Köszi. Srácok peregjenek a szvegek pannának, míg azok is tudnak szveget pergetni, akik nem feliratkozók, csak mondom. Köszi szépen. Aha, itt lesz a mód arra, hogy megtaláljuk azt, hogy hogyan lehet a barriereket elpusztítani. Köszi szépen, srácok, a pergetést, köszi szépen.
Ó! Azt írta, hogy minden mostantól első fegyver sokkal jobb lesz? Vagy mit írt pontosan? Valamit írt, de nem olvastam el végig, hogy mit, csak hogy valami weapon, meg upgrade, meg improve. More complex in construction. Aha. Na nézzük, mit veszünk most fel, srácok. Mi lesz nekünk erről a hulláról? Discovered a broken automaton. Clutching potential tool. Egy eszköz. Egy fénykard. Ja, elértük a hármas szintet, csak kiért erre valamit, hogy mostantól nem tudom mi lesz. Anthropian Blade, permanens upgrade. Azt mondja, hogy scrolloljunk egyet a Mili atakhoz, és akkor ezzel szét lehet vágni az indákat. Aha, és a shieldet is ezzel lehet leszedni. És itt valamit a staggerről is írtam úgy. De staggerölni is lehet őket ugye azzal, hogy feltöltjük a HP csíki alatt a... azt a... bárt. Mini atakkal könnyű, illetve ha elég damot nyomsz rá. Ha végpointot támadod, többet damolsz rá, és gyorsabban staggerölődik. Szia, Ferenc! Combat ability. Igen. All upcoming weapon, akármi. Increased. Tehát most már, ha cserélem a fegyverem, akkor alapból egy olyan... szóval ezzel a proficiency-vel lehet állítani azt, hogy az enemikből eső loot milyen szintű lesz. Zsír. Szevasz, pontosan, szevasztok, srácok. Na, oké. Világos. Ez most már világos. Ó, és karddal lehet ezeket szétszedni. És ehhez a Crimson Gateway-hez pedig Crimson Key kell. Jó, félem. Szia, Predrog. Zavar egy kicsit, hogy nincs HP-m. Tessék, még egy Zenoglyph. Ice Beholding. Még egy Cypher kéne. Undiscovered item. House key, hoppácska! My house key. Micsoda Warframe játék. Kár, hogy még oda nem tudunk felmenni. Ja, Buster. Elég jó ez a game. Most nem használunk teleportot. Sajnos ezt se fogjuk elhasználni. Majd, hogy
nem bosszoljuk meg az enemy player-t. Bár ott lehet hagyni, azért beszkennelhetjük, max ott hagyjuk. Aha, nyomja, nyomja, nyomja. És meghal. Noob. Hú, a Warframe pedig nagyon jó game. Ivusabot meg lehetne bosszolni. Hát Ivusabot majd más megbosszolja. Szóval itt a házunk. Amúgy ez valami előrendelői skin? Ez kérlek szépen, ez az a skin, ha minden igaz, ami azért járt, mert összekötöttem a PC-s accountomat a PSS-sel. Pont így hagytam. De lehetetlen, hogy itt legyen ugye a háza. A megbosszulós témák crossplay mennek el? Szerintem nem. Ott vagyunk. Nézd meg, hát tönkreteszünk. Nem tetszik ez nekem. Most, hogy ezt meghallottam, már nem is akarok felmenni. Nem is lehet kinyitni. Ú, de para. Mi baj lehet, srácok? Fölmegyünk. Mi baj lehet? Lehajolunk, tehát így biztos nem fogunk semmitől sem megijedni. Nézzek, a kockákat összetörjük. És ugye erről beszélt, hogy az asztronauta követi őt. Welcome home. Én nem tudom, de kaptunk egy artifaktot. Egy személyes item. Hát akkor már megért a srácok. Amúgy az a nagy alok, hogy visszát kell mennünk. Nem tudom mondjuk mennyivel. Csak hogy felhíleljem magam. Mondjuk oda. Egy kis heal. Kell egy kis heal.
Mert ugye most már ezeket ki tudjuk nyitni. Na, kérdés, hogy... Hát össze... gondolom a vége fele kezd összeállni, hogy mi van, meg hát folyamatosan így mutatja a játék, hogy Mizu. Úgyis a végén fog összeállni. Na, szerintem az a lent, mondjuk az meg a vizes, azt mondta, vizes lót van. Aha, hát... Hát... Jó, menjünk vissza. Ahonnan jöttünk. Végül is most már majdnem max HP-n vagyunk. Egy másik playert meg tudunk bosszulni, ha akarnánk, de most nem. Azért nem, mert nincs elég hírünk. Úgyhogy én inkább most tovább megyek, srácok. Bár, most meg ki tudunk nyitni egy ajtót. Tehát végül is nem volt olyan nagy hülyeség visszamenni. Mert az az ajtó úgyse nyílik ki, hiszen van kulcs kell hozzá. Na. Na és akkor... erre. Még egy teleport. Undiscovered item. Na, Anna a téma kulcs. Van még egy. Dobott valamit. Ismeretlen helyre teleportál minket. Ú, ez nagyon izgalmasnak hangzik, srácok. Ilyen helyen is már jártunk. Obolit, de fertőzéssel. A malignancy-nek van magyar jelentése. Random item. Nem kérünk random itemet. Hát akkor ez nem érte meg. Na szóval lett egy kulcsunk, amivel azon a piros ajtón lehet átmenni. Úgyhogy T5. És ott van egy chest, amit meg lehetne tisztítani. Nem tisztítunk chesteket. Inkább kinyitjuk ezt az ajtót. Ott egy puska. Oda néz. Egy hármas puska. A proficiency-nk miatt. Már igen, a Google Translate szerint rossz indulatú daganat. Aha. Na, ez ilyen boss roomnak tűnik.
A szemét mindenedet? Három fézes. Jézus atya, úristen! Jesus. Köszi szépen, srácok! Köszi szépen! Na hát eddig nem jutottunk el először, amikor még PS5-en játszottam. Ja, nagyon kellett koncentrálni. És ez ugye, ez az első ránunk. Ez az első ránunk. Na, és egy Crimson Key. Acquired a new kind of unlocking mechanism. This could interface with a different kind of translocation device. Az újraéledés az pontosan mitől volt, srácok? Mert olvastam ilyet, hogy van újraéledés, de nem igazán emlékszem, hogy ez most miért is volt. Az astronauta figura. De jó, hogy visszamentünk akkor a házhoz. Tök jó. Köszi szépen. Szóval egy megfelelő eszközbe behelyezve ez az item. A következő ciklusokban is elérhető lesz. Hát én, én már úgy mentem, hogy valószínűleg itt most a vége lesz. Csak egy ilyet tudunk magunkkal vinni. Na nézzük. Data Cube processzor. Nyomtam PS-en egy másfél órát, és azt mondtam, hogy köszönöm szépen, majd hogyha esetleg PC-n elérhető lesz, amikor még nem tudtam, hogy PC-n elérhető lesz, akkor visszatérünk hozzá, és látjátok, visszatértünk hozzá, most ezt végig fogjuk nyomni. Így jobb-e? Hát nem tudom elmondani azt az értéket, hogy mennyivel jobb. Unknown artifact. 18-ból 1. 20%-kal nagyobb stagger power minden egyes parazitáért, aki rajtunk van. Igazából ez jöhet. Elvégre első rán. És most már ott fityeg valami a hátamon. Ott van. Az. Köszi szépen, srácok, még egyszer a GG-ket.
unknown device, és itt ilyen kis kacsók meg akarnak minket ölelni. Parazita extraktor. Hoppá! Na hát, én úgy emlékszem, hogy a mi parazitánk ilyen haszontalan, mert hogy így low integrity-n javít. Mi nem leszünk low integrity-n, úgyhogy szedjed lefelé. És tudom, hogy a stagger power-ünk most lejjebb megy, de majd egy olyan parazitát felveszünk, aki így hasznosabb. Ő nem volt hasznos. Bélától megváltunk. Ez mentett meg, amikor alig volt HP-m és lett HP-m? Nem, ő nagyon haszontalan volt. Ezek szerint amúgy igen, ezek szerint ő volt a megmentőnk. Ne, azt nem figyeltem, megmondom őszintén, fight közben nem figyeltem, hogy mennyit healelt rajtam, de azt láttam, hogy egyszer túléltem, amikor már nem kellett volna. Jó lesz, ha elsőre fogod és végigviszed amúgy. Lehet amúgy végig tudjuk vinni elsőre. Nem kell izéket, más playereket megmenteni, az jó lesz. Szia, olyan. Hát... elvileg ez a gomb azt jelenti, hogy mentesz, de alapból a játékban nem volt mentés. A PS5-ön is úgy tudtál menteni, hogy alvó módba tetted a PS, de hogyha kiléptél a játékból, akkor már vége is volt a ránodnak. Ja. Ezt azért csinálták, hogy ne lehessen csalni. Igen, igen, ez ilyen csillagkapus volt, de már nem akartam oda, mert múltkor is megszóltatok, hogy csillagkapuhoz hasonlítom a dolgokat. I've passed through the teleportation gate. Based on the coordinates of the broadcast signal, I'm on the other side of the planet. Egy pillanat. Nem. Megnéztem, srácok. Ez még az eleje a játéknak. Ez még az eleje. Grafikai beállítások, micsodák? Nem mutogattam amúgy, de most megmutatom. Végig lehet-e vinni egy run alatt? Szerintem végig lehet vinni. Amúgy a gémet. Azt mindig, de akkor csak felfüggeszed és kontinuál. Hát elvileg igen. Elvileg igen. Na itt vannak a beállítások. Nincs V-Sync, nincs frame cap, nincsen izé, semmilyen, hogy DLSS, meg ilyenek. Minden maxon. Ray tracing nincsen sajnos, mert az így nagyon odavágna. De amúgy nagyon komoly benchmark van a játéknál. Tehát, hogy ilyen komoly benchmarkot nem láttatok szerintem még gameben. Vagy legalábbis én nem nagyon láttam, úgyhogy mielőtt még befejezném a játékot, megmutatom nektek, hogy milyen a benchmark a játékhoz, mert brutál. Brutális, hogy összerakták azt a részét. És amúgy kb. Ennyi. Max grafika 1040p. Sajnálom, hogy nem tudunk ray tracinget mutatni. Hát az majd a 4090-nel 4090-nel már lehetne, vagy majd az 50-es izében. Mondjuk már 49-en is elég.
El kell menned boltba, de nincs ott ilyenten. Telefonon vigyél magaddal, Phoenix. Na, Xenotech Prism ad egy consumable slotot. Most már meg tudom nyomni a kettes gombot is. Ez a fehér cucc, ez a multi rész. Hóp rész. A benchmark lövében az alapgrafikai benéte sokat... Hát... Nem, a benchmark az ugye az, hogy hogyan teljesít a játék adott beállításokkal. És ugye erre alapból ilyen külön, meg hogy hogyan teljesít a géped az adott hardverekkel. De itt ennél a játéknál nagyon ügyesen megoldották, nagyon szépen látványosan megoldották, majd mert tényleg megmutatom nektek. Megmutatom nektek, hogy miért tetszik. Az elején amúgy minden játék ad egyfajta autodetektált beállítást. Lassan amúgy ötös szintű fegyvereket kapunk. De ez a benchmark, ez elég zsír. I'm in a sprawling desert now, detecting another strange energy from a mountain summit. Na. Ascending towards destination. Az előző volt az Overgrown Ruins terület, ez pedig már a Crimson Wastes. És még van 1, 2, 3, 4, 5 terület, ha minden igaz, ezen kívül. Valami megidézi őt a... Van valami... A tetején... Ja, hát ugye azt ugye tudunk kéne használni, de még nem tudjuk. Nem, azt hittem. Ez az Anchoral Device, ez az ugye, amivel lehet multizni. Menjünk tovább. Kicsit kéréd jut róla eszedbe? Értető. Érthető. Ó, és egy Cypher! Bléd, nagyon szépen köszönöm a 65 hónapot. Mi újság. Köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Srácok, peregjenek a szvegek. Hát ebbe a sírban nem volt semmi. Szia, Vertigia. Nagyon tetszik amúgy, ahogy megoldották a pályát. Tehát, hogy vannak ilyen szobák, de itt például el tudsz barangolni. Mondjuk az már más kérdés, valószínűleg, hogy meddig.
Szerintem nem kísérletezünk most annyira. Még többet tudjak nektek megmutatni a játékból. De amúgy tetszik. Ja, hogy itt többen vannak. Enhanced Meliata. Hát az nem. Reg a meló vertigja. Hajrá. Ilyen pontos alakzatba lőnek, hát ők matematikusok. Na hát itt az ötös proficiency szinten van egy ugyanilyen fegyver, amin bónusz nem is van, overheat limitet növel, és az armor piercing mellett még high caliber is van rajta. Hát abban a pillanatban cseréljük, srácok. Hát dam növelés van ezen a fegyveren. Ne! Ne! Hát ez milyen gonosz már? És így oda be lehet menni? Aha, be lehet menni. Ja, persze nem lehet dash-elni, jó. Jó, amúgy ez jó volt, csak hát most először találkoztam vele. De amúgy ez tetszik. Wow! Köszi szépen mindenkinek, aki pergette a szvegeket. Ez milyen szemét volt? Na már egyre többet tudunk lefordítani. Van egy trón a hegy tetején. Kaszaszerű. Lesújt a teremtőre, pusztítóra. Mélyen, lent. Hát igen, azt... Na még egy Cypher. Tetszett ez a csapda? Ja, jó volt. Szóval alapvetően, figyeljetek itt a... Ilyen... Hát ez ilyen... Hát kvázi dungeon crawler-szerű amúgy. Mert hogy ugye szobák vannak, meg ajtókon kell átmenni, mint látjátok. És mégis olyan open worldnek érződik a dolog. Mert nem vagy keretek közé fogva. Tök durva. Oha, oha, oha. Jesus. Jó. Jézus Atya Úristen! Azt már most látom, hogy nagyon jó a stagger damage-ünk. Arkonakt! Ez egy arkonakt volt, akit megöltünk, és szerencsére pont nem tudott rám lőni. Ez erősebb, aha. Erősebb ez a stukki. Hát ezt nem. Ugye most még a high caliber is rá fog kerülni. Ebben itt már való enemy van, aha. Szerintem érezhetően erősebb. Hogyan nyílik ki? Használni kell a fegyvert, ugye ölni kell vele. Hűha. Na ez meg már még keményebb.
projectile speed. Na ezt át tudjuk szepelni úgy, hogy rajta marad a high caliber fejlődésünk. És még több damja van. Még egy Cypher. Arra kell majd menni. Ez egy nagy hír lesz. Ez egy óriás hír. Ja, Spoiled Resin. Na, azt mondja, hogy ez vagy növeli a max integrity-t, vagy damage-el. Hát persze. Hát persze. Na, de azért a második csak... Szemint PSN? Azt nem vágom, srácok. Na hát eddig így van, kettőből egy. Kettőből egy. A locked container. Beleteszem, srácok, de valószínűleg nem lesz megérős. Ki kéne játszani a Witcher 3-at, a Dying Light 2-t, a Death Stranding 2-t és még ezt is. Ilyen ez, Loki, látod. Hú, egy artifakt. Megértem. Parazita felvevés és leszedés javít az integritásunkon, ergo növeli a HP-nkat. Hát ez így, most így... Meh. De amúgy majd jó lesz ez. Na, itt van valami, aha. Na, éter. Á, tök jó. Á, hát már ez. Na, várjatok, hogy kell eltüntetni a UI-t. Már ez amúgy milyen jól néz ki. Az egeret megoldhatja. Jó van már. Valaki már itt mozog. Többen is mozognak. Az egyik nagyon közel van hozzánk. Kegyetlen stagger damage-ünk van. Kegyetlen. Ja, amúgy tényleg, tehát... De az, hogy nincs határ, most így érted, itt mutatja, hogy amúgy ezek a kavicsok azt jelzik, hogy ott a határ. De így nagyon feelinges. Kíváncsi vagy, hogy a high caliber mit ad? Amúgy nyugodtan, ha valaki meg akarja nézni, vagy egyébként tudja, hogy mit tud a high caliber, nyugodtan elmondhatja. Omból itát alakít át integritássá. Az amúgy jó. Majd megnézzük. Jó van. Ja, amúgy mindjárt kiderül.
Beatmo Blaster. Na. Ez is, hogy így nincs lelokkolva, hogy hova mehetsz, ez is amúgy tetszik nagyon. Tehát, hogy itt ugrálhatok falakon. Tök jó. Spoiled resin. Na hát... Ilyenkor adrenalin is rezetel sajnos. Rebellio! Dash disabled. Ja, és ez így fáj folyamatosan? Akkor... Viszlát. Nézd, hát alig maradt HP-m. Hát mutatja például a falon keresztül, hogy hova lehet olyan izét használni, amit én ugye még most nem tudok. Üdvünk mindenkinek, srácok. Na amúgy, most elnyomjuk. Az obolita szifon aktiválva. És ja, én azt hittem, hogy a már meglevő obolitáimat alakítja át HP-be, hát ez jó. Akkor mindegy. Na ott az még jó lehet. Hogy gyorsnak kell lennünk. Hú, nagyon jó. Még. Hú. Shell seems highly durable. Hú! Szevasz, Simbi, szevasztok, srácok. Na, elvileg itt is van enemy. Oda vitte, tehát van egy kis aim assist, amúgy azt nem vágom miért, de feltűnő volt. A farkaddal. Considerable defense, but dispatched. Aha, van weak pointja, ja. Hát persze. Csak rizikózunk, srácok. Shield Breaker, olyat tudom úgy. Wow. Na de így. Hát, én a kis lényre gondoltam, srácok. Szia, Boyhan. Na tehát. Jó. Sajnos akkor így skippelünk egy kis hílt.
scout log. Xenoglyphs spoke of their single-mindedness, but did not prepare me for... I barely managed to dispatch the sentience that attacked me. I've never encountered such hostility and madness. But that writing, it spoke of these severed brethren. I don't know enough to understand yet, but what conceivable force most fogunk a hely lábához érni. Like this. Mondom. Srácok. Itt. Na, várjatok. Jó. Szóval, hogy ott föl lehetne menni, ugye? Jó, hát ez felejtős. De ahogy arra van még útvonal, és ott lenne heal. Heal is. Holo Seeker. Ez egy újfajta fegyver. Amúgy jól néz ki ez a puska. Mindjárt megpróbálom nektek megmutatni. Az, amúgy a reload, volt az, ami jól nézett ki. Na még azt, el akarom nektek kapni, a reload animációt. Amikor így kinyílik a puska. Na, biztos, hogy lesz enemy. Ó, obolita volt. Már van egy csomó obolitám. Már egy enemy is felfedte amúgy magát valahol arra. Egy élő őrző, de durva. Posztorod! Én azt hittem meghalt, srácok. This must be the third. Hey, azt hittem meghalt. Nem kicsit lepett meg, hogy az arcomba teleportált. Jujujujujujuj. Amit gyűjteget, ez a zöld, ez heal volt, amit igazából most kár, hogy felvettem, mert amit egy olyan, mint hogyha fel se vettem volna. Azt ott nem lehet szétszedni, de van ott heal. Na, és innen át lehet menni a másikra is. Gyere! Ahogy kellett, úgy beleszaladtunk. Megadta a helykalibert? Na hát remélem, hogy akkor ki fog derülni, hogy ez mégis így micsoda.
Ja. Ja, és a kis sárga cucc az nem XP, hanem obolita, az ilyen Ranon belüli fizetőeszköz. I know why they became severed. Divine punishment for failing ascension. Ascension. Felemelkedés. As the word escaped my lips, then a vast image of the transcendent watcher in the deep below consumes my mind. I have begun having visions of where I have yet to go. They lead me continually downwards from Olympus and into myself. Oh. I alone am worthy. What happened to her? Na, egy hetes Halo Seeker. Ez tök jó amúgy. Basszus, rányomtam véletlen shift. Csak rátettem a kis ujjamat. Xenoglyph. 38%-os pontosság. Mi is az a Brethren? Brethren. Brethren. Tesó. Aha. A kapcsolatuk a tesójukkal elpusztult. Alászálltak az a mélységbe. Társ, azaz. Tetszik ez a game, mondja már valami rosszat róla? Hát, látványos ez a játék, de nem szép a grafikája. Látványos, de nem szép. Tessék. Ja, és PSN drágább, mint Steamen. Tessék. Nem tudod úgy megvenni, hogy engem támogass. De, talán Humble-ön igen. Ez elég rossz, nem? Ha meghalsz, kezdheted előről. Amúgy igen. Ez így van. Fivérnek szokták fordítani? Aha. Nem tudtam pontosan, hogy ez most micsoda. Olyan ismerős volt a szó. A visszatértével a társ. A fivérünket félték. Amúgy elég pontos ez a fordítás, Jolo. Hát, nem jött össze a Jolo. Látszok, nagy a baj. Hát mi ez a puska? És mikor cseréltük le? Vagy ez lett a High Caliber amúgy? Pedig ez a mi puskánk? Amúgy elég beteg. Elég beteg a puskánk. Csak meglepődtem. Ez nagyon beteg. Ez éppen írt valamit a High Calibernél? Igen? Még egy enemy van. De szerintem az is ott enemy. Csak még nem aktiválta magát. Sejtettem, te sunyi. Na tehát mi hamarabb hírt kéne szereznünk. De jó lenne most az a parazita, igaz? Mit írt egyébként a High Calibernél, hogyha valaki figyelte? Igen, itt fel tudunk szopódni. Még nem látom, hogy hova.
nem tudtad elolvasni. Ó. Oh. Se baj. Na basszus. Egy Halo Seeker. Meg tényleg azt hittem, hogy lecseréltem a fegyveremet. Ez most itt egy enemy, nem? Ja, high caliber miatt lövünk ilyen lassan, de nekem amúgy tetszik. Szóval hír volt itt. Hannibal a státusznál volt középen. Ja, ott van amúgy. Uh-huh. Ó, oh. Pierce-elik a hostile-t, a projectile-os és ricochéznak a felületen. Tehát pattónak. Higher damage a fire rate-ért cserébe. Ötvenhárom obolita. Csak a YOLO. De jól néz ki. Na ez meg már korrumpált chest. De ezt nem takarítjuk meg. Azt ott hagyjuk. Hát eddig szerintem csak egyszer adta be a korrupt. Izé a hiet. Na de jó. Az komoly. Na na, ne gyere ide. Nagy esésnél damage-et fogunk bekapni. Low integrity-n heal-el. Ezen már alapból rajta van a high caliber. Spoiled resin, YOLO. Sose heal. Na, ott is van fönt valami. Hűha. Ez ilyen barátságos helynek tűnik. Rekonstruktor. Ezzel lehetne újjáépíteni a világot, nem? Integrity, large integrity töltő, aha. 150 ért.
sikeres overload, amikor ugye a reloadnál beletalálok a megfelelő zónába, speedet és protection-t ad. Ha meghalsz itt, új, életsz újra. Komolyan. A sikeres reload az alternatív lövésünk cooldownján csökkent. Na. Ez lehet az egyik, ha nem a legértékesebb eszközünk. Igen. Csalunk. Csalunk, srácok. Csalunk. Igen, igen, azt mondja, hogy ennek akkor van értelme, hogyha meghalunk. Jó, amúgy benyomjuk ezt a nagy hírt. Ja, hogy ez úgy működik. Na, akkor ezt majd kis HP-nál. És ott van az astronauta figura is, én nem is figyeltem. Valaki ért a gépekhez? Hát... valamennyire. Biztos vannak, akik értenek hozzá. Ott van. Szóval a játék nem mondja el neked, hogy amúgy ez micsoda, de hogy majd rá fogsz jönni, ugye? Nekem fekete gépházam van, igen. Mindkettő fekete, sőt, mind három fekete, kivéve a laptop, mert a szürke. Leszkenned. De mi céllal? Azt kérdezi. Szevasz, Martin. Bizony-bizony peregnek a visszatérések. A visszatérők. Mi újság? Hogy tetszett a Hellcard? Ó, basszus, 3-25 ér max integritét lehetett volna növelni. Zafir Radeon Pulse RX 6608 GB jó a gaming. Ez persze. Hát ez erre nem is lehet nagyon máshogy válaszolni. Hát persze, hogy jó. Na jóló. Szia Alien Killer, szevasztok srácok. Megéri, pocó. Hát hogy ne érné meg? Hüppöppö. Hát, hogyha nem vágod a gépeket, és nincs ismerősöd, aki segít a gépeket összerakni, akkor nem biztos, hogy külön-külön kéne venni az alkatrészeket, hanem az előre összerakottból kéne válogatni. Persze, vannak emberek az interneten, akik tudnak segíteni. De csak mondom. Mikor jött ki? Ez a game, ez 2021-es. Ez 2021-es. Április végé, a minden igaz. Így van. Nyomtam PS-en, de nagyon zavart, hogy béna vagyok a kontrollerrel. Mármint igazából nem zavarna a dolog, hogyha szarabb lennék egérbillentyűzettel.
Aha, tegnap jelent meg. Szia, Little Carl. Szóval ott a víz alatt van egy láda, de azzal sajnos mi még per pill nem tudunk mit kezdeni. Gond. Ez jó. Hát ez vénán oldattuk meg. Another suit signal detected. Ez egy nagyobb enemy lesz. Jaj. Jézus! Very chap! Hát persze. Jézus atya úristen! Hát ez halál lesz. Ugye vettünk astronauta figurát. Ezeket a projektálokat el lehet pusztítani. Mégse lett halál. Mondja a narrátor. Ez... milyen már basszus, hogy meghalnak. 9-es split blaster. Meddig jutottam PS-en? Az első egy óráig. Megtaláltam a házat, nem tudtunk bemenni, és megtaláltuk az első ilyen átjárót, ilyen, ami a Crimson, nem tudom én mihez visz. Az előző pályáig jutottam. Az előző pálya... 75%-áig. Az alaplapok mennyire számítanak? Hát minden, amiből összerakod a géped, az számít. Durva volt ez a csapdaszoba. Csak meg kéne bosszulni. Akkor PC-n jobban megy? Hát persze. Mondom, engem nagyon frusztrál az, hogy lövöldözős játék, és kontrolleren nem vagyok olyan jó, mint egér billentyűzettel. Ilyet már öltünk, srácok. Úristen! Ez jó volt, ugye meghalunk amúgy. Nagy volt a pofám. És a bossnál Alt F4-et nyomtam, öreg vagyok, mert ennyi izgalom az.
Anthropian Key. Hogy mindenkinek, srácok? Ez ilyen opcionális hely. Aha. Ja, most ez az a terv, hogy végigjátsszuk, srácok. Óóóó! Ha leszedjük, az critical malfunction. Tehát ő gyakorlatilag megment minket egy haláltal. Jöhet. Jöhet. Rilizóta mennyi minden változott a játékban? Nem tudom, srácok. Van köztetek olyan, aki így figyelemmel követi ezt a gémet? Ezt nem. Nem kell malfunction. Például a kóp lehetőség az később jött be. Uh-huh. Ezt nem tudtam. Ó, ez egy hílelős hely. Voltam felkészülve, srácok, hogy itt megtámadhatnak minket. Neki akartam főzni, de nincs itthon liszt. Mindig kell otthon tartani lisztet. Hát, pocó. Hát nem tanultad meg, hogy legalább 50 kiló lisztnek kell otthon lenni? Hát mi van, hogyha beüt valami katasztrófa, ugye? Hát nézed a Last of Us-t is, nem? Hát akkor nem is értelek, pocó. Recycling materiál ismeretlen ki eredetű és damage-elheti az integritásunkat. Aha, tényleg damage-elt, igen. De legalább lett... Most már 8-as fegyvereink lehetnek, igen, és ennyi. Ennyi. Jó. És elvileg kétszer meghalhatunk. Na, még egy Cypher. Aha. Integrity javítás, minden malfunctiont kijavít. Tök jó. Nyalni, srácok! Ez most mi lesz? Aha.
Ja, az Enhanced Vision segít a falon átlátásban? Sweet Repair Efficiency. Sweet Repair. Az nem tudom mi lehet. Az nem tudom mi lehet, az a Sweet Repair amúgy. De amúgy felvesszük. Igen, ruhajavítás az oké, csak ugye az a, tehát egy heal például többet fog healálni, az azt jelenti, srácok. Ez nem költői kérdés volt. De jó. Na. Valahol valami világít. Amit meg kell lőni, és akkor ott át tudunk menni. Ha nincs kellen ruha és karakter, vagy ruha gyűlöbíti, akkor azt kell jelentse. Aha, akkor az valószínűleg a healemet javítja. Mondom, csak a fegyver változik a gameben, maga az armor ruha nem. Az armor az csak kinézet. Az csak kinézet. Hát ezt most én nem látom, eddig láttam, hogy hol van, ami ugye... ami ezt kinyitná. Ja, hogy pittyeg? Az ott van bent. Demis fabrikátor. A low integrity-n nagyobb damage. 15%-kal. Aha, és akkor még lehet tőle kérni ilyet. Jó. Jó, menjünk tovább. És eltalált francba. Ez nagy heal, tehát ezt most nem vesszük fel.
Bár ott meg mondjuk teleport van, úgyhogy jó, akkor felvesszük. Na, ezek a sötét részek nagyon szivatósak. Ja, hogy itt mi repülünk oda? Á, nem értettem, hogy mi ez a fény. Hát ugye arra se tudunk menni. I've reached my goal. I finally summited. The energy signature is right here. Ugye az segítene rajtunk, hogyha lenne olyan eszközünk, amivel azt ugye majd lehet használni, de nincsen. Hú, de megijedtem. Egy kis olvasmány. Az amúgy elég durva, hogy mennyi mindent el tudunk már rajta olvasni. Megszámlálhatatlan mennyiségű kar nyúlt a kreátorra és a pusztító felé. Egy lény, amit nem értettek meg, igen. Sokszor zabált az elméjéből. Jó, várjál, ott lehet ilyen izét módosítani, tírt. Ez nem tudom miért jó nekem mondjuk. Kevesebbet látok. Na, egy aréna jön, srácok. És automatán ráhúzta a fegyveremet. Figyeljétek. Oda húztam. Szúrtam a reloadot. Ujjjj. Ja, fész kettő.
Azt a rohadt, srácok. Mennyire epik, nem? Mucho fez. Azt a rohadt. Kicsit elszúrtam most itt. Szóltam a reloadot. Semmi gond, újraélesztés. Elszóltam megint a reloadot. Something exalted. Hú. Hú. Köszi szépen, srácok. Köszi, köszi. Wounded Seekers. Többet damolunk a lof HP-sokra. Mi most ez a két hulla, ami fejet a liftem? Kapunk róluk valami eszközt. Köszi szépen, srácok! Most fogjuk megkapni a grapple hookot. System integration complete. We'll perform a function test. Ok. Ok. Hát ez elég jó. Apparent function is to cross vast distances. Ez elég jó. Status remains uncompromised. Ez elég jó, srácok. Jaj, hát igen, ezt el is felejtettem. Hogy ez nekünk most így fájni fog. Ez is már fáj? Nem. Lehet, hogy dash-sel nem kell amúgy utána. Ott hagytunk lootot. Látszik, hogy van egy kevés tapasztalatod a Balethel játékokban. Nézzétek meg, srácok, a fejlesztő előző játékát. A Next Machinát. Ha szeretitek a Balethel játékokat, a Next Machina 10/10. Itt hagytad a Bargent? Na, jó játékot majd neked hozzá. Majd mesélj, hogy tetszik. Én is amúgy nagyjából itt fogom abba hagyni. Új DLC? Nem. PC-s megjelenés. The teleportation gateway in the desert has taken me into the citadel, beyond the forest's massive wall.
Wow. És ez már ugye az új hely, a Derelict Citadel. Tehát ez a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Igen, ez a 7 területből a harmadik. Ez a 7 területből a harmadik, srácok. Még egy Cypher. Scans show that the broadcast originates from the tower inside a citadel-like complex. Egy kis heal. Azt nem néztem meg, hogy ez small heal vagy large heal. Minor. Hát akkor nézzük. Ja. Igen. Hát nyilván amúgy ezt nem így kellett volna elhasználni, de ez már így is segített rajtam. Maxra fel tudtam magam hílelni. És most már 9-esek lesznek a fegyverek. Szia Stuszni, üdv mindenkinek srácok, ha-hó. Aha, Derelict Citadel. Encountered hostile machines. Fully automated. How? Lett 10 bejegyzés. The origin of White Shadow is right here. Soon I'll know why and bury these horrible memories in the past. So much desolation. Is this their city? It's only inhabited by corpses, broken machines. I'm heading towards the broadcast tower now. Proximity Translokátor. Ez gond, de ezt most így max HP-val nem akarom használni. De legalább lesz tudomásunk arról, hogy ez így itt van. Milyen kis lények? Francba. A leesek az nem halál, az csak sebződök. Az nem halunk meg olyankor. I'm nearly at Broadcast Tower, but I haven't seen any evidence of any living member of the Hive Mind. If they sent out White Shadow, when? The mothership first picked up the transmission months back. Mathematically,
That means it was triggered ages ago. Thousands of years before I was born. Jézus! A szemetek! Mi ez a hely? Nézd meg, és belemegyek a lézer nyalába. Egy új féle fegyver. Thermogenic Launcher. Gyakorlatilag három lövetű. Vertikál barást tudunk vele lőni. Hogy tetszik eddig a sztori? Hát eddig a sztoriról nem sok mindent lehet ugye megtudni. De majd csak többet megtudunk, akkor biztos tetszeni fog jobban. Meg lehetne tisztítani. És akkor ugye ezeket itt ki lehetne nyitni. Egyelőre nem csinálunk ilyet. Bármennyire csábító. %15 protection-t lehetne. Az jó. Kettőt is le kell kaszabolni. Ja, ott van. Valakinek valami fáj, tessék, hát akkor még lövünk oda. Se. Az gond, srácok. Holy Jesus! Weapon damage-et lehetne növelni 10%-kal, hogyha lenne elég ilyen hobolitán vagy mi a manó. Ja, aha, és akkor ezek egy irányú utak, basszus. Itt is lehet menteni. Mármint úgy, hogy... Checkpoint. Beteszem az étert.
Jó. Jó. Jelenleg van egy újraéledésünk, és szerintem most, ha itt megállunk, az egy tökéletes pont arra, hogy legközelebb majd innen folytassuk. Legközelebb innen fogjuk, srácok, folytatni. Na, hogy tetszik nektek ez a játék? Nekem nagyon adja, és az a helyzet, hogy már PS-en is nagyon tetszett. Tudjátok, hogy én mennyire oda vagyok ezekért a roguelike, roguelite játékokért. És ez a fajta megoldás, ez, hogy ilyen TPS módba roguelite-olunk, nem sok jó játék van. Vannak kezdeményezések, azt hiszem a Void Bastards is hasonló, azt hiszem úgy hívják, de mindjárt megnézem. Igen, a Void Bastards is hasonló játék, de nem nagyon sikeresek az ilyen kezdeményezések, és nagyon örülök, hogy a Housemarque-nak sikerült összehozni. A Risk of Rain, az kimaradt nekem, a Risk of Rain 2. De alapjában véve én úgy tudom, hogy ezek a 3D-s FPS, TPS roguelite gémek nem túlzottan sikeresek, és örülök, hogy a Returnal így ennyi év után is még egy nagyszerű cím maradt. Hát nem egy Game of the Year számomra, de tök jó, hogy van ilyen játék is, és én mindenféleképpen végig szeretem játszani a game sztoriát, és hát annak meg külön örülök, hogy így az első ránunkba eddig el tudtunk jutni. Nem emlékszem már, hogy PS5-ön hol hagytuk abban, de hát amit most mondhatok nektek, az, hogy ez 7 pályából a harmadik. Igen, 7 pályából ez már a harmadik. Így az első rennel, úgyhogy hát kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő lesz végig menni, de nyomjuk. Nyomjuk, srácok, ez végig lesz játszva. Úgyhogy jó szórakozás nektek ez a gamehez, hogyha megveszitek majd, illetve nektek itt nézitek ezt, nektek is szintén, mert én ezt roppant mód élveztem. Hát még egy csomó dolog van, amit nem fedeztünk fel, és ezeknél a játékoknál úgy tudsz igazán haladni, hogyha már ugye van tapasztalatod, hogy mi ellen harcolsz. Hát jelenleg gyakorlatilag minden új volt számomra, kivéve az első pálya fele, azt így már láttam, de annyira már nem emlékeztem rá, de a bosszok azok újak voltak. Úgyhogy hát ennyit erről. Viszont a checkpoint mit jelent jelen esetben? Hát ezt ugye nem mondja el a játék, hogy mit jelent a checkpoint jelen esetben, de azt jelenti, hogy ha meghalok, akkor hát innen fogok újraéledni, és nem a játék leges legelejéről. Akarok amúgy nektek még valamit mutatni, mert majdnem befejeztem. De azt még meg akarom nektek mutatni, amit így mondtam még az elején, hogy mi a benchmark, illetve hogy megcsinálták ezt, hogy van suspend, mert ugye ez eddig nem volt a játékban, de most már lehet suspendelni. Szóval én a grafikai beállításokat meg akartam nektek mutatni, de akkor mindjárt. Az achievementek 23%-át már megszereztük. Én úgy akartam kilépni, hogy a menübe kilépünk. A játékosok 100%-ának megvan a 10 scout log. Az amúgy elég durva. Nem is nagyon láttam még szerintem ilyet.
ennek a zsádernek szerintem nincs keresni valója a triplába. Akkor nem tudunk benchmarkot nézni. Akkor lehet, hogy csak a benchmark az elején van a játéknak. Akkor lehet, meg kell halnom, hogy tudjak nektek be. Ott van. Ott a benchmark. Na. Ott látjátok, hogy jelenleg hogy megy a... hogy bírja a gépem. És... bemutatom nektek, hogy milyen a benchmark. Amúgy kicsit lejjebb veszem a hangot itt, mert itt nem számít. És pont akarom. Meg itt legalább látjátok, hogy hogy bírja a 3080 Ti. Én azon nagyon meg vagyok lepődve, hogy jó pár játéknál tényleg alig éri el a processzor a 10-20%-ot. Ott írja egyébként fölül, hogy melyik, tehát ez ilyen, azt hiszem ilyen 5 részre van bontva, ez a benchmark, és mindegyiknél írják, hogy éppen mi az, amit néznek bennem. Például a tükröződéseket. Na hát ez ray tracing-gel benyomva nagyon kemény. Ez jó hely lehet. Bár ilyen valószínűleg nincsen. Csak a benchmark miatt létezik szerintem. Na, szóval, hogy ilyen egyébként ez a benchmark. Hát elég komoly. Elég komoly, ahogy összerakták, nem? Lehet exportálni is amúgy az eredményeket CV-be. Tök jó. Írja, hogy a gép jó, hol mennyire volt kihasználva. Szóval, hogy én ilyen benchmarkot nem nagyon láttam. És gondoltam, hogy érdekes így számotokra is.